Sziasztok! Végre itt vagyunk az Eco Horgászat idei első horgászatán. Sajnos eléggé elhúzódott az az időszak, amikor most meg fog jelenni ez az új videó, és honnan is máshonnan jelentkezhetnék be, mint a nagykunsági főcsatornáról. Érdekes az aktuális szituáció, mivel hogy egy pár napja kezdték el felengedni a vízszintet, tehát körülbelül négy napja itt még két méterrel alacsonyabb volt a vízszint, vagy másféllel, de van kettő körül, most meg már majd, hogy nem a nyári viszint vagy lehet, hogy már a nyári viszintnél vagyunk. Szóval ez lesz az idei első horgászat. Azt gondoltam, hogy ide visszajövök, ugye itt volt az első olyan videóm, ahol bemutattam a kenyeres anyagot. Hát ezt most sem hagyhattam otthon, úgyhogy az egyik bottal metódozok, amikor is a kenyeres donkárbéces metódpeletet használom. A csali, meg mivel hogy nem volt nálam kéznél kenyeres pop amivel a mutkó horgáztam, így ugyanaz a méret, ugyanaz a kis pop-up golyó kis mini csali, viszont ez mandula ízesítésű, és ez is tökéletesen beválik egyébként, majd fogok beszélni róla. A másik boton egyelőre még hossz egy körülbelül egy fél óra órája horgászok. Jelenleg hossz előkézek még, de valószínűleg átcserélem a metódra, majd meglátom, mert eddig csak bodorkákat fogtam vele, arra van kapás, nincs gond. Mondjuk az etetőanyag is tehet róla egy kicsit, mivel hogy azon a, a Walter részének a Penetone Black ízesítésű etetőanyagát használom. Van hozzá keverve egy kis másfajta etetőanyag, mert nem tudom pontosan mi. Igazából ez használt kaja. A múlt heti versenyen volt egy keszekfogó, kárászfogó verseny, oda vettem ezt a kaját, és abból maradt meg, még egy fél ételes nyújt, hogy azért gondoltam elhorgászom. Itt egyelőre jött rá a kettő vagy három bodorkát fogtam, azok viszonylag szépek. A metódon viszont azon is volt egy jó kapás, egy gyönyörű szép, hát egy olyan fél kiló körüli ö, karikakeszeget fogtam, azt már vissza is dobtam, ezekről nem készült videó. Most állítottam be a kamerát, hogy az első bejátszást megfelvegyem nektek. Úgyhogy innentől forogni fog, remélem, hogy még sikerül jó halakat fogni. Valójában nem jöttem nagy reménnyel. most engedték fel a vizet, nem tudom ilyenkor, hogy reagál a hal rá. Az időjárás az, az, ilyen borongós, nincs rossz idő, egyáltalán nem fúj a szél, nincs front, ha minden igaz, úgyhogy akár még bármi is lehet. Alapvetően pár darab kárra szívesen elvinnék, ha pontyot fognék, annak is örülnék, mivel hogy éveleje van, ugye ünnepek után vagyunk már jócskán, elfogyott a hal, úgyhogy mindenképpen vinnék haza egy kis halat, úgyhogy remélem, hogy sikerül nektek mutatni pár kapást, és esetleg egy kis jó kis konyhára való elemózsiát is. Sikerült, fogjak egy lapos keszeget. Ugye sok minden megkülönböztet a dévértől, bár annyira nem sok minden, hogy egyszerű legyen megkülönböztetni, viszont ez egy gyönyörű szép lapos keszeg. Azért olyan gyakran nem szoktam lapos keszeget fogni, főleg itt nem, hát szép egy hal. a szokásos helyzet jelentés. Jöttek a halak szép számmal, rengeteg dévért fogtam, karikakeszeget, bodorkát fogtam, lapos keszeget is fogtam, igazából nem őshonos hal nem is jött, ez egy nagyon jó hír. Viszont most eléggé elkezdett úszni a vizen a, az uszadék, ilyen nád, meg minden, ugye ahogy emelkedik a vízszint, így Hozza lefele a mocskot, gyakran ki kell venni, annyira még nem rossz a helyzet. Egyébként mindjárt dél van, pontyot, kárászt nem sikerült fogni, igazából emiatt a két hal miatt jöttem, viszont szép keszegek jöttek, abból láttatok is egy párat, azért jó pár darabot, egy pár, pár kilót össze lehetett csípni belőlük. Most megálltak a halak, van halmozgás, mozog a spéc, de úgy igazán nem húzza el úgy, mint a reggeli órákban. A hosszú és boton abba is hagytam azt a finom poralapú etetőanyaggal való csontis is Egyébként próbáltam gilisztával is, jó nagy csokrokat is tettem fel, arra is ezek a halak jöttek. Úgyhogy, úgyhogy azt abba hagytam, most igazából úgy hagytam abba, hogy megvan a hosszú viszont egy csalitüskés megoldással raktam fel egy wafter csalit, Éppen egy, most jelenleg egy, milyen? Egy narancsos van fent, viszont nem rakok ettetőanyagot a kosárba, hanem csak úgy bedobtam, és így is fogtam vele keszeget. Természetesen nincs annyi kapás, de abba bíztam, hát ha felveszi egy pont, próbálok a, arra a környékre dobni, ahova a másikat dobom, de dobtam már a túloldalra is, minden fele, hát nem sok sikerrel. Egy-két keszeg, maximum annyi, meg néhány kapás. A metóddal meg érdekes módon erre a kenyeres kajára jöttek a szép keszegek, tehát ott igazából maximum egy ilyen kis bodorkát, ha fogtam, a többi az, az mindegy, ezek a jó, jó 30 dekától fél kilós méretű keszegekig. Úgyhogy jelenleg ez az állás, most elgondolkodtam, hogy menjek-e haza, nem menjek haza, vagy próbálja még ilyenkor ugye meg állni a hal, ez mindenhol igaz, itt is nyilván ez igaz, az érdekes, hogy most is ebben a viszonylag hűvös időben is ez van, meg elindult ez, a, ez az uszadék elég erősen, most így körbenézek, mindenhol azt látom a vizen. Úgyhogy még meglátom, meddig horgászok, még én bízok azért abba, hogy egy pontja azért elhúzza, ilyenkor van rá esély még jobban, amikor megállnak a fehér halak, hogy akár egy pontja elhúzza. Hát meglátjuk, sok törnyag nem fogyott, sokat nem kellett újra dobálni, szinte mindig halat fogtam, amikor újra dobtam, már mostanában itt a vége fele azért már nem ez van, nem ez a jellemző. Úgyhogy pecázunk tovább, remélem még azért egy-két halat sikerül mutatni nektek, ha nem, akkor ez lesz a vége, akkor ez egy rövid videó lesz, de a következőben találkozunk. Na így a végén elkezdtem ütemet horgászni, és tehát nem ülök rajta egy kapástalan időszaknak, hanem pár percenként újra dobok mindenképpen. A jobbos botomon még mindig nincs a tetőanyag, az egy viszonylag nagy csalival be van dobva, lesz rajta valami lesz, ha nem, nem. Viszont a balos boton, azon elkezdtem ilyen percenként újat dobni, mindjárt jön egy új dobás egyébként, és már fogtam újra két keszeget, vagy egy keszeget, meg egy szép szárnyú meg lett volna, az lett volna az ötödik halfajma, vagy a negyedik, már nem is tudom, viszont sajnos lefordult itt előttem, pont láttam, egy gyönyörű szép szárnyú volt. Ilyenkor érdekes, azt tapasztaltam, hogy tavasz időszakban még vörösebbek az úszonyai a, a, a vörösszányúkeszegnek. keszegnek, lehet, hogy ennek van valami oka, nász miatt, vagy bármi más miatt, viszont ilyenkor tényleg élénk vörös, sőt már igen, már szinte vörös, nem is piros. És kapás volt, meg is van. Valószínűleg ez is egy keszeg. Úgy látom a mai nap a keszegeké. Imádják ezt a kenyeresetető anyagot. Hát nem tudom a kárászal, meg a pontja mi van, de igazából jó, peca ez is. És az az érdekes, hogy méretükhöz képest azért elég nehezen akarnak kijönni. Még folyamatosan vergődnek, nem csinálják azt a szokásos dévéres dolgot, hogy elengedik magukat félúton, aztán kész, hanem a végéig küzdenek. És lágy bottal ez élvezetes tud lenni. Mondjuk ez nem a legnagyobb közülük, de azért ezek ezek azok a halak, amikre ma horgászok, úgy inkább. Még ha nem is így akartam, de a, a természet elintézte, hogy így legyen. Jó, az körbe alá ment a horog. Ezzel szoktak vallatni is. Na, dobom is vissza. Közben a dévére elviszi a merítőmet. Na most meg a. Most, mintha csökkent volna egyébként az, az uszadéka vizen. De lehet csak azért gondolom így, mert hullámzik. Picit elkezdett a szél fújdogálni. Hát ezt még nem nevezném szélnek. Na megnézzük a következő dobást. Hát most mióta úgy elkezdtem igazán horgászni, mert eddig csak itt táltottam a számat szinte. Azóta. Azóta azért megindultak újra az események. Ilyenkor lefelé tartom a bot végét, hogy szépen süllyedjen le ugyanarra a pontra, ahova az előző dobások, és aztán állítom be. Ugye itt fontos, főleg úgy, hogy most Eléggé folyik ez a víz amúgy megáll ez a 30 g-os kosár simán, bár nem tudom ha túl dobnám mi lenne. De most simán megáll így ugye az egy harmad távon, és már most mozgást látok. Nem tudom a kamerán, mit láttok belőle, vagy mit nem, gondolom nem sok minden, de már azért nem zoomolgatok bele. Úgyhogy rengeteg itt a keszeg. Karikakeszeg, lapos keszeg, dévér keszeg, bodorka, vörösszányú keszeg. Tehát az összes olyan keszegfaj, amit azért gyakran lehet fogni, az most mind jelen van. Sőt, egyébként még a küsz is, mert a víz tetején rengeteg rablás látok, és szaladnak szét a küsz meg a vörösszányú, gondolom. De hát ugye csukázni már nem szabad tilalom van, mint ahogy elég sok ragadozó halfajunkra. Úgyhogy ez az időszak a békés halazásról szól, és folyamatosan kapásom van. Beleúszás, belerántás, tehát ott a rengeteg kis apró hal is. Néha sikerül megfogni egy-egy kis bodorkát, vagy vörösszárnyút ezzel a csalival, ugye ez egy 5 mm-es csali, de azért többnyire nem tudják ezt felvenni, főleg úgy, hogy hajszál van, kis csali de ezek a szebb keszegek elég jól el is tudják húzni. Mint ahogy most is. Jó, meg is van. Hát remélem látszott, tehát szinte szépen nem is rángatta, nem szépen meggörbítette, tartotta. És elhúzta. Szóval ezzel az ütemmel körülbelül, nem tudom hány perc te telt el bedobás óta, szerintem kettőnél nem több. Addig jutottunk el olyan kapásuk, hogy el tudta húzni, de ez, ez másképp viselkedik, ez a hal. De ez is egy. Ja, hát mert szebb. Egy szembecske, keszegecske. Majd de gyönyörű. Oh, na, ezek, ezek azért szépek. Hát végül úgy döntöttem, hogy hogy nem jött, viszont ezeket se fogom elvinni. Úgyhogy konyha ide, konyhóda. Igazából nincs kedvem halat pucolni. Az, az igazából a legfontosabb. Na nézzétek, ez azért már egy szép. Ez már szép. Fél kilós biztos megvan. Ó, de gyönyörű. Hát én, aki azért szeretem a halat, konyhán is. Picit elgondolkodtató, de inkább visszaengedem. Nem csak a videó kedvéért, hanem tényleg nincs kedvem ma pucolni. Úgyhogy szerencséje volt. Na, még egy dobást akkor így a végére. Már az előbb majdnem elbúcsúztam tőletek, de... Már ha itt vagyunk, akkor megmutatom a horog előkét is. Már picit picit, csatnya főleg ha sikerülne ráfókuszálni ennek a... Na most. Szóval itt már picit meg van törve, fluorokarbonon van egy 14-es horog, és az megkötve egy vékony, vékony, mi az? Vékony fonodzsinóral. Nézzétek meg, hogy nem akar fókuszálni. Na most. És akkor az szépen lágyan el tud mozogni, libegni. A múltkori videóban az 55. rész volt itt. Azt meg tudjátok nézni. Abba a videóban is horgáztam ilyen fluorokarbonos szerelékkel, akkor viszont ö, úgy kötöttem, hogy a csalitüske egy kis fülbe volt benne, tehát magának a fluorokarbon zsinórnak az anyagából kötöttem egy kis fület, és abba mozgott szabadon, az is jó megoldás. Viszont most a versenyek alkalmával átszoktam erre a... Ez talán még szabadabb is természetesebb mozgást kölcsönöz a csalinak. Úgyhogy erre át szoktam megkötni nehezebb, mert bepecselős, mert ugye, ugye ezt külön meg kell kötni, külön rá kell kötni a horogra, aztán rá a fluorokarbonos előke, zsinór, úgyhogy nem egyszerű. Na, Ele, amúgy elé mély a víz, szerintem egy 4-5 méteres vízbe horgászok simán. És akkor nézzük, hogy most milyen hamar jön a kapás. Beszereztem egy másik mikrofont, remélem, hogy ennek is jó lesz a hangja. Na nézzük, hogy mikor húzza el. Na jó, lehet, ezt már nem várom meg. Mégsem. Hanem akkor elköszönök tőletek. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk a következő részbe. Sziasztok!